Amikor felkértek erre a beszédre, akkor fogalmam sem volt, hogy miről fogok beszélni, mert nem vagyok sem tudós, sem bárminek a szakértője. Aztán, ahogy elmélyültem a feladatban, arra a konklúzióra jutottam, hogy a változásról szeretnék beszélni. Arról, hogy miként lehetséges elmozdulni egy általunk reált kényszerpályáról, illetve hogy lehetséges-e elengedni egy gyermekkorunk óta dédelgetett álmot úgy, hogy azt aránylag egészséges pszichével megússzuk. A jóga egyik alapműve, a Bhagavad Gita, amit nevezhetünk a téma bibliájának is, azt tanítja, hogy az univerzum törvénye a változás, vagyis hogy akarva, akarutlanul válaszút elé vagyunk állítva, és döntenünk kell. A végzet hatalmának pedig csak mi adjuk a teret. De hogy egy kicsit személyesebb tónusra váltsak, azt le kell szögeznem, hogy nagyon-nagyon szerencsés embernek tartom magamat. Kezdjük ott, hogy fantasztikus szülőket kaptam, akik mindig mindenben támogattak. Soha semmilyen nyomás nem volt a részükről, hogy ezt vagy azt kell csinálnom. Hagyták, hogy kísérletezzek már egészen kiskoromtól. Az már nagyon korán kiderült, hogy imádok szerepelni, hogy mennyire vonz minden olyan lehetőség, ami a színpad illúzióját nyújthatja. Anyukám tematikus szülinapi és névnapi zsúrokat rendezett, kreppapírból varázsolt jelmezkölteményeket minden résztvevőnek, de azt azért biztosította, hogy a főszereplő én lehessek. Olyan volt a szereplés számomra, mint valami drog. Minden lehetőséget megragadtam, hogy produkáljam magamat. Az első színházi előadásokat apukám öléből láttam, aki egyébként itt ül ma, még valamikor a 80-as évek legelején, például a Macskákat a Madách Színházban, de mire végre már jegyet kaptunk, addigra én kívülről halandzsáztam a londoni előadás összes dalát. Ez tényleg így volt. És aztán teltek, múltak az évek, tudtam, hogy biztosan ezzel akarok majd foglalkozni. 10 éves koromra volt, hogy párhuzamosan 3 budapesti színházban játszottam. Mellette szinkron, tévés szereplések, így 7. koromra magántanuló lettem, mert gyakorlatilag már nem volt időm iskolába járni, és mivel a szüleim is úgy látták, hogy ezen a pályán fogok mozogni, hagyták, hogy éljek minden színpadi lehetőséggel. 14 éves koromban jelent meg az első nagy lemezem, ami akkor fantasztikusan nagy lehetőségnek tűnt, én mégsem voltam komfortos a rám szabott szerepben. Sosem értem érdekelt a popzene igazán, nem tudtam mit kezdeni a mainstream nyújtotta lehetőségekkel, és ma már azt gondolom, hogy azon a ponton csúszott el véglegesen az énekesi karrierem. Egy meglehetősen szerencsétlen imidzsel énekeltem retródalok feldolgozásait, a kinézetem korán sem volt ideális, és elkönyveltek valamilyennek, amilyen sose voltam. Mire gimnazista lettem, tudtam, hogy egy időre el kell engednem a szereplést, mert az a hír járta, hogy a színművészetén nem nagyon kedvelik a hozzám hasonlókat. Szerencsémre vagy szerencsétlenségemre a főiskolai felvételi nem sikerült. 18 éves voltam, talán ekkor éreztem először a kényszerpályára sodródás nyomasztó súlyát. Anorexiás lettem, és dükütéréseim lettek. A mentő viszonylag gyorsan jött, mert egy teljes véletlennek köszönhetően megismerkedtem az akkori kiadó művészeti vezetőjével, aki lemezszerződést ajánlott. Így megszületett Beri. Megint csak álomszerűnek tűnt a lehetőség, mint mikor először kaptam ezt a lehetőséget az élettől, de úgy voltam bele, hogy bár a kisfiamat nem kellett mozdítanom érte, nem is nagyon tudtam komolyan venni, hiszen még mindig nem érdekelt a popzene, teljesen más előadói ambícióim voltak már akkor is, meg előtte is, úgyhogy úgy voltam bele, hogy hát ez a Beri Project majd valahogy elsül, tök mindegy, mi történik, mert én így is pár év is lelépek New Yorkba. Így is lett. A karrierem első csúcspontján elutaztam New Yorkba, hogy színésznek tanulhassak, a kedvenc városomba, ahol először 16 éves koromba jártam. Megérkeztem a tűzfalra néző Upper West Side-i Spice méretű szobámba, egy lerobbant régi munkásszállás, ez tényleg így volt, így képzeljétek el, de hamar felülemerkedtem a kiábrándító részleteket, mert végre úgy éreztem, hogy jó helyen vagyok. Egy helyen, ahol végre az lehetek, aki lenni szeretnék, aki mindig is szerettem volna lenni, a szupersztár, akinek akkor gondoltam magamat. Tényleg abban az időszakban tehetségesnek éreztem magamat, és azt gondoltam, hogy végre ez egy olyan hely, ahol meg fogom valósítani az álmaimat. Ott volt ez a rengeteg lehetőség, és hát nagyon nagy mértékben nyilván inspirált a város végletessége és végtelensége. Teltek, múltak az évek, iskolába jártam, próbálkoztam mindenféle munkaszerzéssel, de eljött az a pont, hogy be kellett ismernem magamnak, hogy most lehet, hogy inkább haza kéne költöznöm. Egyre rosszabb döntéseket hoztam, és nagyon nagy bajba kerültem. Beláttam, hogy game over, összepakoltam, és hazajöttem. 26 éves voltam, és fogalmam sem volt, hogy hogyan tovább. Úgy éreztem, hogy teljes mértékben kudarcot vallottam.
feladtam, mindent elvesztettem, az álmaimat, a jövőmet, a terveimet. Mehetek vissza a magyar popzenébe, ahonnan elmenekültem másodszorra, mert nem tett semmivé, amivel azonosulni tudtam volna. Egész nap lődörögtem, non-stop szívtam, és terápiában ültem. Bertalan, mondja, miben segíthetek? Miért van itt? Hétről hétre ugyanezt a kérdést szegezte nekem a pszichológus, de nem volt válasz, talán csak valami csodára vártam. Mondja, miért nem inkább pedikűrösre vagy kozmetikusra költi ezt a pénzt? Kérdezte kendőzetlen cinizmussal a hangjában, de akkora volt a zavar a fejemben, hogy konkrétan a gyomromban éreztem. Teljesen elvesztettem önmagamat. Kaput gemacht. Egy kötpalota volt az életem, amit gyerekkoromtól építgettem kényszeresen a fejemben, és ez a kötpalota egyszer s mint semmivé vált, a várura, az pedig már nagyon nem várhatott csodára, változásra viszont annál inkább. De hogyan akarhatsz valamit, ha nem tudod, mit akarsz? Hogyan változtass, ha nincs cél, nincs csapásirány? Ti ezen gondolkoztatok már amúgy? Mert én elég sokat. Tulajdonképpen ezen a ponton éreztem azt, hogy el kell teljesen engednem az éneklést. 2006-ban adenokarcinomával diagnosztizálták az anyukámat. Bertalan, azt azért ne gondolja, hogy azért halt meg az édesanyja, hogy maga kapjon egy értékes élettapasztalatot. Nem gondolom, és borzasztó, hogy 12 éve nincs anyukám, de ez volt az első karakteres fordulat, ami egyfelől beindította a terápiát, másfelől kimozdított a narcisztikus szorongásaim fészkéből. Kiléptem a valós életbe. Pontosabban kizuhantam. Amikor az ember nagyon sokáig csinál valamit az életében, esetemben gyerekkorától, az szinte lehetetlennek tűnő feladat elengedni. És amikor mindez még média szerepléssel jár, ergo ismeretlenek folyamatosan erről kérdeznek, érdeklődnek, faggatnak, aztán akkor még inkább úgy érzed, hogy tényleg esélyed sincs tiszta lapra, mert mindenkinek már van úgyis egy véleménye rólad, meg mindenki azt gondolja, hogy te valamit csinálsz, amit egyébként meg tényleg már abszolút nem csinálsz. Summa summarum, azt éreztem, hogy semmi esélyem nincs arra, hogy visszatérjek az elvetélt popkarrieremhez, hanem inkább elvállaltam minden munkát, ami szembe jött velem. Irodai csicska, pultos, amatőr fordító. Gyűlöltem az összeset, de még mindig komfortosabb voltam ezekkel a munkákkal, mint hogy visszatérjek a sokszor emlegetett elvetélt popkarrieremhez. Elhatároztam, hogy normális ember leszek, aki munkába fog járni, és volt bennem egy gigantikus méretű arrogancia, hogy azt gondoljam, hogy basszátok meg, példát mutatok ennek a sok fél tehetségnek, akik szó szerint szart tesznek a tévésokban pénzért, hogy igenis, el lehet engedni ezt az óriási nagy sztárságot, amit a magyar celeblét jelent. Hogyhogy nem, ebben a nagyon ellentmondásos időszakomban találkoztam először a jógával, ami mindig is nagyon izgatta a fantáziámat, de fogalmam nem volt róla, hogy mi az, talán csak pont annyi, mint mondjuk neked. Ne haragudj, hogy személyeskedek. Például, hogy kell hozzá hajlékonyság, meg aszkétizmus, meg lótuszülve meditálás. Summa summarum, a legjobb barátommal elmentem egy jógaórára, mert történetesen akkor az ő unokatestvére Budapest egyik legmenőbb astanga tanára volt. Kevés olyan sorsfordító pont volt az életemben, mint az első astanga órám, az első jóga órám. Én is átéltem azt, amit szinte minden gyakorló, aki először áll a szőnyegre, hogy ez egyszerűen lehetetlen. Látom, hogy itt már voltak egy pár a jóga órán. Hogy ez csak fájdalom és kudarc. Átértem azt a megsemmisítő érzést, hogy semmi vagyok, hogy képtelen vagyok bármire is, egy darab szahar Zsari Übü királyát idézzem. Mégis akkor ott hoztam egy döntést, hogy életemben először valamiért tényleg küzdeni fogok. Valamiért, ami nemhogy nem jön könnyen, de sehogyan sem. Akkor ez nem volt ilyen vicces. Elhatároztam, hogy heti 3-szor el fogok járni gyakorolni, mert végre találtam valamit, ami kimozdított a gondolati katatóniámból. Végre azon aggódtam, hogy megbírok-e tartani egy ászanát, akár csak egy légzésig is, ahelyett, hogy mondjuk azon szorongjak, hogy miért nem veszi fel a dílerem a telefont? Vagy végre nem akartam megfelelni az önön megalomániás elvárásaimnak, csak ki tudnám nyújtani a lábamat Utita Hasta Padangusthana ászanában. És hogy most nem haragszotok, én előveszem a kis promptomat, mert
Itt már a jogáról fogok beszélni, és szeretném, hogyha minden üzenet és minden gondolat, amit én fontosnak gondolok ebben a témában, az eljutna hozzátok. Egyre többet gyakoroltam. Hajnal 4-re állítottam az ébresztőt, és 4:30-kor már a szőnyegen álltam, hogy újra és újra megbirkozzak a félelmeimmel, hogy szembenézzek a gyengeségemmel. Minden gyakorlás új kihívás, egy újabb lehetőség önnönvalom megtapasztalására. Nap mint nap meg kellett küzdenem a szorongással, a kételyel, hogy miért kell magamat kitenni ennek a tortúrának, amit a fizikai gyakorlás jelent, de akkor már nem opcióként gondoltam a gyakorlásra, hanem kötelességként, egyfajta minimumként, amivel tartozom magamnak. Végre találtam valamit, amiről tudtam, hogy sokkal erősebb nálam. Végre valami, ami le fogja győzni az egómat, hogy megismerhessem az embert, aki vagyok, de legalábbis lehetek, vagy leszek. Idővel elkezdtem megérteni, hogy a jóga egy nagyon sokrétű tudomány, ami az élet minden kérdésére kínál megoldási lehetőséget. Felismertem, hogy a jóga sokkal több, mint nyakatekert pózok füzére. A jóga az élet maga egy olyan rendszer, ami ismeretlen utakra vezet, hogy aztán azokból tanulva fejlődhessek. A jóga nap mint nap fegyelemre és önmérsékletre tanít, és arra, hogy nem a teljesítmény tesz majd jobbá, hanem az odaadás és az alázat. Súlyos félreértés azt gondolni, hogy a jóga az önkínzás, vagy az aszkétizmus művészete, és még csak nem is kizárólag a lemondásé, sokkal inkább az önmagunkhoz és a teljességhez való kapcsolódás útja, hogy emberré válhassunk végre. A jóga célja a felületes én megsemmisítése, nevezzük ezt egónak, és nem annak gólemmé nevelése. A jóga nem lehet ready to serve, vagy easy to digest. A jóga csak ad, és sosem vesz el. A jóga nagyvonalú és törődéssel teli. A jóga nem wellness program, és nem is rekreációs tevékenység, hanem egy nagyon összetett útmutató ahhoz, hogy az önvalónkhoz, az önvalódhoz közeledve felébrez magadban a teljességre való törekvést, ami lehetőséget adhat egy minőségibb és tartalmasabb megtapasztalásához az életnek, ami túlmutat az érzéki vágyaid kielégítésén. Minden, ami a szőnyegen történik, leképezése a mindennapoknak. Egyfajta komplex tréning, hogy tudatosabbá, nyitottabbá és ellenállóbbá válj az élet csapásaival szemben. És egy jó tanács. Ne azért gyakorolj, ne csak azért gyakorolj, hogy hajlékonyabb legyen a fizikai tested, hanem azért, hogy elasztikusabbá váljon az elméd, nyitottabb a világ szépségére és szenvedésére, annak megértésére, hogy végre felfedezhesd önnön létezésed értelmét és célját, és annak valódi értékét. Van egy dal, ami akár mottója is lehetne ennek az iménti szerteágazó, követhetetlen gondolatfolyásnak. On a clear day, you can see forever. Vagyis, hogy egy tiszta napon majd messzebbre látsz, mint addig bármikor. Én ebben hiszek. Ebben bízok. Ezért járom. Ezért választottam a jóga útját. Ez lett a hitvallásom. And look around you, and you'll see who you were. On a clear day, how it will astound you that the glow of your being outshines every star. You'll feel part of every mountain, sea, and shore. You can hear from far and near a world you've never heard before. On that clear day,
On that clear day, you can see forever and ever and ever. Novai Gábor.